Kedves közönség, szeretettel köszöntöm az újonnan érkezőket. Judo bemutatót láthattunk a színpadon, akinek ez így nem rakódó, de látta. Rokonoknak tetszenek lenni? Nem? Nem volt ott a kicsik között, nem? Akkor csak itt nézelődők. Kicsi volt, igen, itt voltak, jó van, ügyesek voltak. Jó, ma elmondjam a mai napi műsort, hogy mi lesz. Jó, akkor nagyon nagy szeretettel elmondom. Mindenkinek remélem most már itt kinyitott az összes árus és stand is. Szóval amint lepakolnak innen a színpadról, elkezdődik a Langalét a garabonciások műsora. Ők egyébként ilyen gólyalábasok, ha már látták őket, úgyhogy valószínűleg nem csak ott fognak gólyalábazni, hanem mindenhol itt a területen, a 20. Eber Fesztiválon, Tahitótfaluban. Aztán lesz majd vidám családi vetélkedő, RSG bemutató, Szabó Enikő zenekara, debreceni páros Unplugged Duo, 5 órától lesz a Bombon, aztán AK26, Neoton Família, Arató Videodiszkó, ez lesz a mai napi programunk. Mindenkit nagy szeretettel köszöntünk itt a 20. Eper Fesztiválon, Tahitótfaluban. Egyenek, igyanak, érezzék jól magukat, vegyenek eperbort, mert ez a nagy különlegesség, az itt kapható legnagyobb számban. Bár láttam már az ország különböző területén különleges ilyen borgyűjteményekben, tehát az eperbor messze híres, és hírét viszi Tahitótfalunak, és nagyon finom. Úgyhogy vegyenek, vásároljanak belőle, egyenek, igyanak, próbálják ki a wurstlit, gyerekeket vigyék el dodgemezni, és a többi, és a többi. És érkeznek, bár látom a Langalét, a garabonciások a színpadhoz képest, hogyha háttal állok jobbra, ha szembe állok balra. Aki nem látja, az nem tudom, mit néz, mert a Langalét, a garabonciások jó magasak. Szervusztok! Egy nagy tapsot kérek szépen nekik! Olé! Hoppá! Köszönjük, köszönjük a bennünket fogadó bámész tekinteteket, és egy tapsot! Fantasztikus, egy tapsot kaptunk. Kettőt is kaptunk! Köszönjük szépen, igyekszünk meghálálni mind a kettőt. Hölgyeim és uraim, látom, hogy nem véletlen erre a helyre összpontosították figyelmüket, ahol is a Tahitótfalui eperbor kapható. Ám legyen, akkor a Langalét a garabonciások elkövetkezendő 3,5 órás műsorát most itt a Bocsánat, azt mondják a kollégáim, hogy nincs annyi eperbor most még készlete, hogy 3,5 órás műsorunk legyen. Minden esetre akkor 38,5 percben megpróbáljuk összesűríteni. Minden esetre akkor engedjék meg, hogy emelincsem egér rágta kalapomat, és ezzel köszöntsem a korán kelő helybélieket és a messzebbről érkezetteket, kik nem csak az eperbor miatt, hanem a jó hangulat miatt is kijöttek ide. A Langalét a garabonciások megpróbálnak illendően illeszkedni ebbe a fesztivál... Hoppá! Hölgyeim és uraim! Az első és óriási tapsot ez a fiatal úr érdemli! Aki tudja, hogy a Langalét a garabonciások el fogják kergetni egyrészt az esőfelhőket, másrészt meg fogják hozni a közönség, valamint a saját jókedvüket. Uram, engedje meg, hogy akkor az első és nagyon fontos feladatot önre bízzam. A műsorunk előtt nagyon-nagyon siettünk, jöjjön, legyen szíves közelebb. Olyannyira siettünk, hogy elfelejtettük megetetni és megitatni a jószágunkat. Úgyhogy az első korty akkor legyen együttesünk legnagyobb jószágáé. Tessék, legyen szíves közelebb a szájához tenni. Mondom, a jószág szájához, ember, ott van fönt. Tessék. Köszönjük szépen! A hirtelen beállt csöndet egy taps akkor szakítsa meg. Egy pillanat, hadd nézzem meg, hogy mit adott a jószágnak. Ez egy finom eperbor, mindenkinek hasznára fog válni. Sándor, a te jószágodat is meg kellene itatni. És most, hogy a jószágainkat megitattuk, kezdődjék, hát a mulatság. Elsőként, Sanyikám, jó, én lenetted, mert még a végén lába kell annak a bornak. Add csak ide vissza, add csak ide. Majd én erre nagyon vigyázok. Például a kisasszony, remélem, hogy nem fog elszaladni előadásunk rövid ideje alatt, úgyhogy legyen szíves, vigyázzon rá, legalább az alján egy cseppet hagyjon az előadásunk végére.
Tehát most előadásunk elején szeretnék büszkélkedni kétlábú táltos paripáinkkal. Amint azt lehet, hogy sokan tudják, ezek a jószágok, kísérleti példányok, saját kereszteződés. A bugaci futóhomok és a tahitót falui eper keresztezéséből jöttek létre. Eper borral megspékelve. Most itt a műsorunk elején egy rövid, ám de annál tüzesebb lovastáncot fogunk előadni, drága csillag. El ne menjen messzire, csak a kicsi lábacskájára vigyázzon, egy tyúk lépés lépje. Áj, jobban nem szabad, csak ennyire menjen hátrébb, azt a szekeret is egy picit tessék. Elég, annyira nagyon jó. Hölgyeim és uraim, egy tüzes lovastánc következik. Elnézést, valamit ő megriadt a lovam, bár én az elején már mondtam, hogy csak kísérleti példán, de azt nem gondoltam, hogy ennyire megtüzesedik ettől az eperbortól, vagy a kisasszony tekintetét, én már nem is tudom. Minden esetre én most arra kérek mindenkit, hogy még egyszer efféle megvadulás elő ne forduljon. Hát próbáljuk, maga most annyira megijedt ember, hogy elviszi a gyerekeket? Azért, akkor hozza vissza őket. Gyertek, drágám, ne higgyetek apátoknak, ez jó műsor lesz, csak még nem látszik. Na, nyugi, nyugi, mindjárt jó lesz. Szóval, próbáljuk meg lecsillapítani a lovunk kedélyállapotát egy rövid gólyalábas aerobikkal. Tetszik érteni, egy ilyen aerobik. Jó, teljesen ingyenes, jobb, mint a fitness szalon, mert ez teljesen olcsó. Kristóf fogja mutatni a gyakorlatokat, kérem, próbálja meg mindenki velünk együtt csinálni. Mindenki csinálja velem, jobb kéz a magasba! Gyerekek, ti is, apátok is, úgy van, jobb. Aminek meg kell lenni, annak meg kell lenni. Tessék, csinálja magad, úgy van. Mindenki jobb kezével fogja meg a jobb bokáját. Volt a fogás, nincs nyafogás, nincs kifogás. Na jó, ide hallgasson, maga foghatja a gyerek bokáját, jó? Tessék, ott van, úgy van. Figyelem! Első gyakorlat, térdhajlítás! Térdhajlítás lesz. Most figyelj! Föl! De gumicsizmába is lehet csinálni, úgy van! Figyelj! Most még följebb, most! Na! Pedig magácska az elején még olyan böcsületesen csinálta. Na jó, a második gyakorlat következik. Al lábszárkörzés! Jobb vagy bal lábszárkörzés lesz. Mindenki fogja meg a combját térdhajlat fölött. Mutatom. Mindenki fogja meg valakinek a combját térdhajlat fölött. Én a magácskáért gondoltam. Azt mondja, jaj, nem lehet, mert itt a barátom. Ja, akkor azt majd utána megbeszéljük. Na, figyelem! Figyelj! Nagyon jó, köszönjük szépen azt az egy-két tapsot is! Végül is, akkor azt az egyet. Mindegy, a kicsinek is kell örülni. Hölgyeim és uraim, most pedig engedjék meg, hogy az utolsó lazító gyakorlatunk előtt felhívjam a még oly kígyótestű gumicsizmás hölgyek figyelmét, és véletlenül se tessék megpróbálkozni ezzel a feladattal, mert ez életveszélyes. Tudnélik, ez egy ilyen bokkalazítás lesz! Hadd szóljon! Na kérem, most már ezt igazán meg kéne tapsolni! Köszönjük, hogy velünk együtt végezték az elejét, köszönjük, hogy velünk nem végezték együtt a végét, és lássuk, ilyen megnyugodott állapot. Ácsi, törökülés bele. Jó, maguk maradjanak nyugodtan magyar állásponton, mert még a végén megvizesedne a hátsó fertájuk is. Hölgyeim és uraim, lássuk végre ezt a tüzes lovastáncot! Thank you.
eperbor ajándék az orrának is, és a lovainknak is. A hosszantartó, lelkes, ütemes és még mindig tartó, már nem tartó. Tapsokat! Hölgyeim és uraim, most pedig engedjék meg, hogy folytassuk műsorunkat, és nem akármivel. A langalit a garabonciások. Bármerre járnak, bármerre léptéket nyújtják, mindig megkeresik a helység legbátrabb, legvakmerőbb, legvagányabb fickóját. Jó napot kívánok, Ácsi! 18 kg-os korhatárig, és lehet, hogy tavaly még volna. Lehet, hogy tavaly még jól lett volna. Idén már valahogy kicsúszott ebből a keretből. De én önmögött tartózkodik egy olyan bátor fickó, aki azzal az utolsó halattal, amit én most tartottam a szájába, még mindig belefér a 18 kilóba. Gyere, komám! Azt mondja, ő inkább folytatná anyukájával, akkor egy bátorabbat keresünk. Lássuk, hölgyeim és uraim! Melyik? Mi? Ho? Ő? Oda? Hova? Azt? Sanyi! Ez tényleg bátor fickó! Jó napot kívánok! Nem bátor! Nem az? Nem bátor? Ja, másik! Jó napot! Figyelj csak, és ha apának a sapkáját fölveszed, akkor se leszel bátrabb. Pedig Móra Feri megmondta, hogy ezt úgy kell csinálni. Na minden! Akkor még bátrabbat keresünk. Hölgyeim és uraim, akkor megkeressük a legbátrabb fickónak! Az anyukáját! Mert látom, a gyerek ide sem mer már nézni. Jó, akkor anyuka is várhatalan. Segítsetek már rajtam. Keresek egy bizonyos csíkos pólós, fekete gatyós, aminek az oldalán csillogós flitterek van. Azt mondja, hogy ez most még nem az ő fellépése. Segítsetek már, gyerekek, valakit hagyd tapsoljon meg a gyere, öcsém, gyere gyorsan! Na végre! Azt át sem merté ugrani? Hogy magyarázom meg a közönségnek, hogy mégis bátor vagy? Hölgyeim és uraim, ennek a fickónak már is egy biztató taps, Ácsi! Egy biztató tapsot kértem. Ennyi. Majd mindjárt kiderül, hogy érdemel-e többet. Gyere, drága barátom! Először is barátkozz össze valamelyik lóval, szerintem. Hát, válasz egyet. Pont azt válasz, az veszélyes nagyon. Azt mondja, akkor inkább emezt válaszja, igaza van. Simogasd meg! Ha már ilyen jól összebarátkozták, hogy gyere, pattanj fel ide a lóhátára. Na jó, add a kezed majd jövőre, és jövünk, remélem, és akkor... Hogyhogy nem? Akkor még egy tapsot kérünk neki, egyet, jó? Figyelj, mind a két taps neked szólt. Olyan bátor vagy, gyere, add a kezed. Jaj, nekem. Akkor a kettő tapsot, amíg visszamegy a helyére. Hölgyeim és uraim, engedjék meg akkor, hogy végre, mivel megtaláltam azt a bátor fickót, aki a mai nap során, korán reggel egy csacsira ült, hogy eljöjjön ide, jó napot kíván, szevasz, gyere a csacsival együtt. Így van. Na kérem, látják, őt most már sok tapsal kell illetni, mert ő a legbátrabb. Ez az, még a csacsi is taps. Gyere, figyelj, fickóvám. Pattanj át ide a csacsiról a lóra inkább, jó? Sokkal jobb lesz, hidd el. Apa is segít! Segít, apa! Apa fogja! Jó, hát akkor ezt a műsorszámunkat azt hiszem kihúzzuk a listáról. Hölgyeim és uraim, szeretném, ha valaki végre lepipálná ezeket a fickókat. Nem baj, ha kislány! Gyere, drága! Végre! Ketten is jönnek! De csak egyet... Na jó, akkor mind a két kislány fölül a lóra. Hölgyeim és uraim, dupla mutatvány következik. Tripla mutatvány következik. Na gyertek, akkor szálljatok fel a pacikra, add a kezed. Úgy van, másikat is. Laci bátyát segít, így van. Egy taps! Gyere drágám, te is. És másik kezed is ide, úgy van. Még egy, ászak, ugye, állagyá. Uha. Elnézést, mit adtak ennek a kislánynak reggelire? Nagyon jó, tömény. Na, hölgyeim és uraim, drága csillagocskák, sétagalop következik, amúgy leányosan, hadd szóljon!
annak ellenére, hogy a kisasszony most már rettentően furcsán ül itt a gólnyergén. Hát hallhatod, óriási napsot is adhattatok. Köszönjük szépen. Most pedig, hölgyeim és uraim, a legnehezebb műsorszámunk következik, amit jól tessék megfigyelni, mert jövőre neked kell előadni. A mutatvány címe: Leszállás a magaslóról. Hadd szóljon! Vegyék már le ezeket a kislányokat gyorsan! Fogják meg! Ez az! Köszönjük szépen a tapsokat! Hát nagyon-nagyon kedvesek, és hát az az igazság, hogy a Langalit, a garabonciások emellett a kedvesség alatt nem akarnak csak úgy elsétálni. Ezt a kedvességet szeretnénk megköszönni. Mégpedig oly módon, amit lehet, hogy maga még soha életében nem látott. És ha most véletlen elmegy a kocsmába, akkor nem is fog. Tudnilik, a Langalit, a garabonciások meg fogják köszönni nem csak azt, hogy akkor is eljöttek a Facebook mellől, hogy a lóg az esőnek a lába. Tényleg ez manapságban nagyon nagy dolog. És eljöttek ide az Eberfesztiválra. Sőt, megköszönjük a szervezőknek is, hogy meghívtak bennünket ide az Eberfesztiválra. Mégpedig oly módon fogjuk megköszönni, hogy Sándor ezzel a hatalmas 3,5 méteres marmagasságot is elérő lóval, a Sanyival, mert nálunk Sanyi a ló, egészen mélyen meg fog hajolni. Látom, nem hiszi, vagy nem érti. Elmondom még egyszer. Ez a hatalmas jószág itt a maguk szeme láttára le fog ide feküdni a lábuk elé. A mutatvány címe: a lófülharapna lenne, ha nem sikerülne a mutatvány. Hölgyeim és uraim, a ló lefektetése következik. Allé! Sándor, fektess elő a lovat. Allé! Allé, no! Allé! Mi történt, Sándor? Rukkol valami, tényleg? Megijedt valami, jó. Ez itt jó, nagyon drága. Hát most maga ezt komolyan gondolja. Hát ijeszgeti a lovamat az a gyönyörű szemeibe. Hát jó, hátrébb. Ne sok, hú, jó. Sándor! Még van, hogy mi volt a baj? Meg is próbáltam megtisztítani a terepet a boszorkányoktól. Mondjuk ott maradt inkább, várjál, a dobverőm meg hirtelen leesett. Segítsen már valaki, jaj, hogy maga legalább figyel, a gyerek meg gyors. Köszönöm szépen. Na kérem, Sanyi, akkor inkább próbáld arra, jó, abba az irányba. Lehet. A ló lefektetése második próbálkozás. Ajj! Ha látod! Na várja, magánál van telefon? Na jó, akkor tényleg nincs térerő, mert mi sem hozzá a telefonja. Akkor Sándor, próbáljuk megnövelni a helybéri térerőt. Mit szólsz? Már intézkedtem, jó. Kezét csókolom, drága. Igen, honnan tudta? Legyen szíves, gyűjön egy kicsit közelebb, mert a barátnője már megkapta a fontos feladatot, Issa is a barátjával rendesen. Gyűjön, legyen szíves, segítsen ki szorult helyzetünkből. Hölgyeim és uraim, a helység legszebb térerő növelő oszlopát tapsolják már is. Kezi csókolom, drága. Hogyan mutathatom be a közönségnek név szerint? Virág. Én meg ugye Laci volnék. Nem nagyon örül neki. Na mindegy. Virág, ugye? Jó mondom? Nem. De mindegy az. Jó. Ez a művész nevele. De milyen név az igazi? Való Laura. Laura. A virágot nem szeretné elfogadni? Örökbe adom ingyen. Jó, Balla Laura virág lesz a segítségünkre. Drága Laura virág. Legyen szíves most a helybéli térerőt megnövelni olyan, azokkal a gyönyörű barna szemeivel, olyan módon, hogy attól Sanyi, a ló, az egyébként igen csinos lábai elé heverje. Laura, volt már olyan,
hogy ez elsőre valakinek nem sikerült. Ilyenkor ne jegyen meg, hanem próbálkozzon tovább ilyen bűbájos mozdulatokkal. De Laura, ha még akkor se sikerülne, akkor se szaladjon vissza, hanem ezzel az ősrégi ilyen csípő mozgatása, azaz, de arra mindig lefekszik. Na kérem, Laura, mehet, hallé! Jó, jó! Oda néz, oda néz! Koncentráljál, Laura! Jaj, de jó, jaj, de jó, jaj! Ó, de ácsi, ácsi! Laura, két eshetőség van. Vagy a barátod az, aki most filmez, vagy a barátnédbe akarsz belecsimpaszkodni a tekinteteddel, de ezt most felejtsd el. Itt most csak te vagy a sztár. Jó? Tehát koncentrálj a lólefektetésre. Mehe! Halé! Halé! Jó, 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 ugye milyen jó? Halé! Sanyi már érzi, Sanyi érzi! Óriási napsot kérünk Laurának! Fantasztikus volt! Kedves kisasszony, nem tudom, hogy a barátja ismeri-e ebéli tulajdonságát. Azt mondja, igen, irigylésre méltó a helyzet. Egy nagy napsot kérünk Laurának. Most pedig, hölgyeim és uraim, ez egy olyan nehéz munka. Mi? Mu? Jaj! Ráesett a ló a lábára, emberek, valaki gyűjjön segít. Ember gyűjjön gyorsan, húzza ki a lábát, legyen szíves. A gyerek nem tő, csak maga. Siessen már! Hilfe, aber, schnell, bitte! Igyekezzem már, hát nem veszi észre az a hatmázsás, hogy ott nyomja a láb. Nem azt a lábát, azt a lábát! Azt fogja már meg, azt húzza már meg! Vadállat! Elvitte, azt észrevettem. Na, ide hallgass el, ember! Maga valami rossz akarom, vagy nem ér magyarul? Kilógott a lólam. Most már rendesen kilóg magából! Ide hallgass! Most azt hiszem, hogy gratulálni akarok ehhez a cselekedetihez! Adja ide! Maga vagy nem ér magyarul, vagy tényleg rossz akarok. Ide hallgasson! Menjen arra, mi több pár nem csinál! Nem azt mondtam, hogy tépje! Most mi az eget kezdünk ezzel a legépen esztékás újvállal? Mi? Na! Sanyi, ez jó utolt elég! Most tovább még lábatlanul? Na! Szárnyakkal! Várjá! Az hogy hívja? Megkérdezem, várjá, hogy hívja. Uram, végül is maga okozta ezt az egészet. Akkor legalább annyit segítsen. Mondja meg, hogy mit tesz a szárnyasló, görögül vagy latinul? Hát az mondja. Mit mondok? Semmit még! Hogy hívja? Ennyi esze van, Sanyi. Azt mondja, hogy ha lent van, akkor pódium. Ha fönt van, akkor... Na akkor azt mondja, mert a fönt van aló, az mi? Minden vicces a vicó, csak nem ér sem magyarul, sem latinul. Nincs kérdei körzeti orvosi közöttük. Nincs. Mondja már meg valaki, hogy mit tesz a szárnyasló görögül. Nem viziló, nem póni, hanem... Sanyi! Megjött az esze a picó! Azt mondja, adjuk el a Pegasus című szárnyas izét, azt a betétszámunkat. Na, csinálja, tessék kérem, figyelj! Halli! Halli! Mi a baj? Drága csillagom, ezt most komolyan gondoltad? Azt a kamerát légy szíves, itt arrébb egy picit, mert a Sanyi itt még alacsonyan fog röpülni! Ennyit nem, na! Maga meg látom, hogy más illetje a Sanyit. Maga is álljon arrébb, mert kár volna azért a csinos fejé. Sanyikám, most már végképp megtisztítottam a kifutópályát. Mehet! Halé! 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 Na, láthatja, ez is maga véget van. Most át kell, hogy címezzük az egész mutatványunkat, mint ő Albatrosz elkedik a fedélzetem, vagy valamiért. De jó, hogy az asszonyt is hozta. Csókolom, drága. Tartsa meg az urát örökre. Na, ide hallgass most. Gyere. Most az egyszer segíthetsz, hogy kiköszörülheted a csorbát. Szponzorálja meg bennünket. Nem, Isten ments, és nem is az eperborra gondoltam, mert abból már kaptunk, hanem ónunk alá, majd kapsz, ónunk alá kéne nyúlni. Ácsi, mert a másik oldalra engedjék meg, hogy Tahinót falu, hogy is mondjam, hát konkrétan a falu bikáját szerettem volna szólítani. Jó napot kívánok! Nyűjjön, legyen szíve, segítsen másik oldalról. Talpra állás következik némi kis segítséggel. Hadd szóljon!
Sexy! Ó, Sándor, megvan, miért nem tapsolnak? De hogy nézel ki? Hát, ne lábatlankodjál itt, én nekem erigyi az istállóba, szégyeljed el magad. Már még jobban szégyed. Úgy, na tessék, na most aztán megtapsolhatják, mert most mentébe van, víz magyarban. Maga meg vigye ma utána a lábát, mert végül is mégiscsak maga tépte le. Segítsen már rajtani! Önném és uraim, most pedig, hogy együttesünk egyel megapadott. Hát, folytassuk még azért a műsort. Jaj, de kicsit bólogatott, akkor nem folytatjuk. Hölgyeim és uraim, akkor engedjék meg, hogy a következő néhány pillanatban az Eperbortól megvidámodott hölgyeknek kedveskedjünk. A következő műsorszámunkat valóban csak a hölgyeknek szeretnénk felajánlani, úgyhogy arra kérünk minden kedves hölgyet, hogyha, hát tudom, hogy kényelmes ott támaszkodni, de higgyék el, hogy 3-4 lépést érdemesebb lenne közelebb jönni. Mindenféleképpen, minden hölgynek az urak elmehetnek addig kocsmázni. És innen a másik fertájról is szeretném felhívni a hölgyek figyelmét, hogy lemarad, aki olyan távol marad, úgyhogy jöjjön. Jöjjön már közelebb, ezt most nem kell megsületni. Jöjjön. Attól, hogy az ura itt van, azt hiszi, hogy nem kezdek ki magába, adjon a kezét, hogy jöjjön közelebb. Jó, a fodrászköltséget majd én állom. Hölgyeim és uraim, hogy végre elhiggyék, hogy érdemes... Drága csillag, térden állva könyörögjek, gyertek már. Na, hogy... És önök is természetes. De, anyádat hozzad, légy szíves, jó? Hölgyeim és uraim, hogy ne kelljen ilyen sokat könyörögni, engedjék meg, hogy rögtön az előadás, akkor műsorszám elején elújságoljam a következő műsorszámunk címe. Nem más, mint... Csikós Csippendél. A lovasáról. Igazából a tapsoknak csak a felit érdemeljük, mert a mutatványt is csak félig sikerült előadni. Folytatom zenét! Mit folytasz? Kristóf, ne őrülj meg! Hagynál ez a gyerekműsor, a szégyen! Ez a jót akartam! Elnézést, kérünk a gyermekes anyukáktól, a mutatványunk befejező részig majd csak az éjszaki adásban tűnjük sugározni szerencsésebbeknek. Mindenesetre köszönjük a tapsokat! És a kedves vendégek, nagy nagy örömünkre szolgál, hogy tényleg sikerült az esőfelhőket elűzni, és tényleg sikerült a kurtalábú közönséget ide csalogatni. Úgyhogy szeretném, hogy menjünk, jaj, mindjárt eszünk, jaj, hogy keverjük is. Azt mondja az a kedves hölgy, hogy próbáljuk meg az eperlekvárt a lábunkkal keverni, mert az ő kezük már elfáradt.
Sanyikám, vigyázzam, mert te is el fogsz így gyorsan fáradni. Mikor lesz kész a lekvár, tessék mondani. Fél óra múlva, addig nem húzzuk az előadást, nyugodt lehet. Tehát fél óra múlva mi már nem leszünk itt, de az eperlekvár elkészül addigra. Úgyhogy várunk mindenkit. Azt mondja, már most is kész van, mert lehet hazavinni, befőttes üvegekbe van. Hölgyeim és uraim, mindezek ellenére a Langalinda garabonciások, hogyha szeretnék, akkor folytatják rövid kis műsorukat, de hogy folytassuk, ahhoz ki kellene nyilvánítani azt, hogy akarják. Köszönjük szépen! Most hát akkor a Langalinda garabonciások, hát tényleg nem akarjuk magukat kötéllel itt tartani, de készültünk egy igazi kötéltáncos mutatvánnyal. Ennek a kötéltáncos mutatványnak van egy elengedhetetlen alkotó eleme, ez maga a kötél, mely elejétől végéig az cirka 12,5 méter, végétől az elejéig az megint csak 12,5 méter, az összesen hány méter? Azt mondja, inkább kezet fogok, mint hogy matekozzak. 25 méteres kötél! Ezt a 25 méteres kötelet most rögzítjük egy stabilnak tűnő ponton. Azt hiszem, hogy a lekvár főzés az egész nap menni fog. Mit szóltok hozzá, Sanyi, hogyha ez a sátorhoz... Jajjaj, ez biztos jó ötlet volt ez a sátor, mert nagyon labilis. Na jó, akkor vigyázz. Jó, maradhat drága, keresünk egy stabilabb helyet. Jó, én azt hiszem, hogy megtaláltam. Jó napot kívánok, látom, hogy magát annyira nem érdekli az előadás, úgyhogy legyen szíves, fogja már meg addig, de azt a fát akartam megnézni, nyerést. Ez én nem érek rá, mert mindjárt megyek kocsmába, tessék, jó. Na jó, látom maga kitartott mellettünk, jöjjön kicsit közelebb, mert úgy látom, hogy maga még kevés eperbort fogyasztott. Jöjjön kicsit közelebb, és engedje meg, hogy be is mutassam név szerint a közönségnek. Csaba. Én meg Laci vagyok, mindketten ilyen királyi névből származunk. Csaba lesz az egyik stabil pont, a másik, a kötél a másik végére pedig, akkor engedjük meg, hogy szólítsam a helybéli polgármester! Hát tavaly se jöttem mondjuk. Akkor egy másik stabil pontra lenne szükségünk, mondjuk egy dublőrre, akinek különös ismertető jele, hogy megvan. Jó napot kívánok, uram! Látom, hogy erősített már. Igen, előtte itta az eperbort, vagy utána fogja? Majd utána üdvözlöm. Hogyan mutathatom be a közönségnek? Csongor. Csongor és Csaba! Hát uraim! Köszönjük szépen, hogy elvállalták a felkérést, és itt azért ember életről lesz szó. Nem azért mondom, hogy zsebredugott kézzel azért nem érdemes, mert tényleg kockázatos, de legalább kétszer a csuklótokra... Bocsánat, Csaba, tegeződhetünk? Úgyis én vagyok a nagyobb. Köszi. Csongor, akkor veled is áll ez a lehetőség. Köszönöm szépen, akkor uraim, egyszer a csuklóra legalábbis feszüljön a kötél. Beállítanánk a kezdő magasság... Csabi, te se itt kezdted. Na, picit lejjebb, jó? Úgy. Még egy icikepint, olyan hangya pocányit a föld felé, még gyerekek. Középen most jó? Ott két oldalt még nem? Azaz! A legnehezén túl vagyunk. Óriási tapsot kérünk a fickóknak. Nem volt könnyű tudni, illik. Most pedig engedjék meg, hölgyeim és uraim, hogy már is a kötélre szólítsam. Kötéltáncos, prima balerinánka! Bocsánat, elnézést, ott a sár szél, nem látják véletlen? Ekkora volt, nagyon szép volt, majdnem olyan szép, mint én. Nincs. Na mindegy. Kiskun Félegyházánál még bizony Úristen megvolt. Gyere, drága csillagom, lennél a dublőr? Most jelentkezti az előbb. Na mindegy, nem baj, mert jó erős is vagy. Akkor ki szeretne, gyerekek, ki szeretne kötéltáncolni? Lehet gipszes lábbal is. Azt mondja, hogy nem akarja a másikat. Lesz-e? Biztos? Hölgyeim és uraim, egy fürdös angyalkának szóljon a taps. Hát fiúk, azt hiszem, hogy sikerült kiválasztani. Gyere, drága csillagom, először is mutatkozz be a közönségnek név szerint. Jónás Sorolta Sorolta vagyok.
vagyokat értettem. Sarolta? Vagy Sára? Sarolta, ez lesz akkor a művész neve. Sarolta, állj rá a kötélre oda Csaba bácsihoz. Úgy. Tedd oldalra mind a két lábaddal. Úgy. Tedd oldalra mind a két kezecskédet. Oldalra a kezeidet. Kezed. Úgyon. Tedd oldalra a kezed. És csak Kristóf majd mutatja. És úgy menj végig a kötélre, hogy le ne essél róla. A közönség pedig biztosan. Hú, hát mondjuk, Sarolta drága, nézd csak ide rám, itt vagyok fölötted. Itt én, nézd csak, itt vagyok. Ha-ho, szia, itt vagyok, szia. Sarolta, azt tartja a mondás, hogy kis mutatvány, kis taps, nagy mutatvány, nagy taps. Úgyhogy mit szólnál, ha megemelnénk a mutatvány színvonalát a nagyobb taps reményében? Jó? Srácok, akkor derékmagasságra kérem a kötelet. Csabikám, ne haragudj, de derék magasságról beszélünk, Csongor is, jó? Csabi is, így van, és megkérdezzük az illetékest, drága Sarolta, mit szólsz ehhez a magassághoz? Azt mondja, jó lesz vigyázni vele, na jó, drága Sarolta, állj oda a Csongor bácsihoz, és Sarolta magasságra kérjük a kötelet, úgy van, és Sarolta, tedd fel mind a két kezed a magasba, a srácok segítenek! Ide hallgass, Csongor! Hogy fogod azt a kötelet? Így sose lesz belőled polgármester, jó? Oké, okay. Javítani kell a helyzetünkön! Figyelem! Újabb próbálkozás! Hadd szóljon! Hey! És lépked, Sarolta, mert nem hiszik el, hogy te jársz! És köszönjük szépen a segítséget, most pedig köszönjük szépen, kedves Csaba, majd mindenki meghívja a másikat egy eperborra, kedves egészségükre, most pedig engedjék, aha, látom most már, hogy családi vállalkozás volt, drága Sarolta, engedd meg, hogy a Langalita garabonciások nevében most megköszönjem neked itt a nagy nyilvánosság előtt, hogy ilyen bátor segítünk voltál. Hölgyeim és uraim, drága Sarolta, gyere kicsit közelebb. Én a dobot odadom a Sanyinak, a mikrofont is a Sanyinak, neked pedig egy hatalmas kézcsókját. Gyere, drága. Ja! És uraim, köszönjük szépen Sarolta nevében és a tapsukat, na meg persze az egész família nevében. És engedjék meg, mivel műsoridőnk most a végképp lejárt, engedjék meg, hogy megkérdezzem, hogy kívánnak-e látni tőlünk még egy ráadás számot. Egy igen, több tartózkodás, három bólintás, de semmit nem ér, azt nem jelzik. Hölgyeim és uraim, ennek ellenére a Langalinda garabonciások számára az igen tisztelt, ám kurtalábú közönség szava mindig szent volt, és az is marad, míg világ a világ. Úgyhogy engedünk kívánságuknak. Leges, legkedvesebb ráadás számunkkal szeretnénk akkor önöktől elbúcsúzni, mely ráadás számunknak a címe nem más, mint eperlekvár fogyasztás előtt, lassú, ám üdemes elvonulás zenével a Langalita garabonciásokat láthatták. Köszönjük szépen, további nagyon-nagyon jó időt és nagyon jó szórakozást mindennek, mindenkinek kerüljön, lekvárba jussz az arcára. Sziasztok, a viszontlátásra! Tessék, csak tessék! Köszönjük szépen, sziasztok!
drága, jaj! Ez a ráadása lesz. Nagyon kedves, hogy megőrizte, túl sokat adtatok vissza belőle, egy kész csók is jár mellé. Köszönjük szépen! Sziasztok!